Szólítom. Nagyon nehéz helyzetben van emiatt. A nagyon piros reméljük, sarokban. Hogy ez a mellett fog dönteni. Lakotár Honda Fitbox kőszeg mű. Szólítom. A kék sarokban. Véres Vanna Szegedi Box Club. Főszervezőjével a sarokban. Szorítóban következik az első menet. Londoni olimpiai játékokon szerepelt bíróként. 51 kg-ban a világ első női ökölvívó döntőjét vezette. Nicole Adams lett az olimpiai bajnok. És neki Szücsver emelte fel a kezét a mérkőzés végén. Hanna magasabb, és szemmel láthatóan ezt ki is használja az első pillanattól fogva. Kék versenyzők szintén Hanna, viszont szemmel láthatóan próbál bemenni közel. Próbál bemenni a saját ütő távolságába. Úgy gondolom, hogy ezt a piros mezben lévő lakotár Hanna meg fogja neki nehezíteni. Így van, nagyon szépen ellépeget. Nagyon szép volt ez a jobb csapott is, amit most láttunk. Nagyon szépen talál Hanna. Talál szépen hosszú egyenesekkel, és aztán elmegy. Kilép az ütőtávból. Egyáltalán nem engedi be a kék versenyző. Nagyon szépen távol tartja, nagyon jó magasságba üt. Kék sarokban. Azért nem adja föl a küzdelmet a versenyző. Próbálkozik. De nincs könnyű dolga. Úgy gondolom egyébként, hogy Verának itt ezen a mérkőzésen nem nagyon lesz dolga. Hanna általában önszabályosan küzd. De az első menetnek hát elég egyértelműen piros sarok javára dőlt el ez a menet. Nagyon engedte találni a kéket. És hát meglehetősen maga biztosan áll a sarokban. Fáradtság nyomai sem nagyon látszanak rajta. Érdekes lenne hallani, hogy milyen utasításokat kap most a sarokban. Gállat, itt látjuk a kék sarokban. Szoták típus, kérem szépen a szorító mögé. Versenyasztaló típus gyere. Köszönöm. Sportágunkban működik nagyon eredményesen. Nagy Bianca volt szorítóból. A lányok közül. Következik a második menet. Nagyon sokszoros magyar bajnokunk. Nem is hallottuk, de remélem legalább látni fogjuk, hogy milyen instrukciókat kaphattak a lányok. Igen. Hogy fog változni a meccsképe a második menetben? Hát alapvetően Hannának nem kell, hogy változzon a piros sarokban lévő Hannának, mert ő azt csinálta, amivel szépen végig tud menni a mérkőzésen. Kintről hosszú egyenesekkel távol tartja alacsonyabb kék versenyzőt.
szépen ellépeget oldalra, hátra, saját ütőtávjában irányítja a mérkőzést. Igen. A kék versenyzőnek meg nincs olyan nagyon sok lehetősége, mert nem tud odaférkőzni. Gyakorlatilag piros sorok egyfolytában támad. Érződik a két lány közötti magasságkülönbség. Így van. Hát a kész hossz távolságuk is. Hát igen, ezt a korábbiakban is láthatjuk már élményközésen, csak ott a hosszabb, magasabb lányoknak nem igazán sikerült ezt kihasználni. Itt szemmel látható a különbség, mert alapvetően mind a két oldalon van egy stratégia. Attól függetlenül, hogy a kék versenyző nem tudja kivitelezni, amit szeretne, de határozottan látszik a szándék. És az is határozottan látszik, hogy a piros sarokban ez a taktika, ez felismerésre került, és Hanna egyáltalán nem engedi, hogy dominálni tudja a mérkőzést. Egyébként a kék versenyző szépen állja a sarat, mert azért elég sok találatot kapott. Ez egyáltalán nem vetette vissza a lendületét, továbbra is próbálkozik, ennek a menetnek is mindjárt vége. De... és talán ez is. Igen, egyértelmű ez a menet is. Igazából itt Gálacnak több a feladat, de úgy látom, hogy nagyon nyugodtan megfontoltam, most ő jobban mondja el, hogy mit kellene csinálni. Áron igazából, ha annyit mond, hogy csak így tovább, akkor is valószínűleg hasonló képet látunk a harmadik menetben. Abszolút nem tört meg egyébként a kék sarokban a versenyző. Szorítóval következik. Szépen elrítusan felkészülten jön ki a harmadik menetre, és ami nagyon-nagyon becsülendő a részéről, hiszen az első két menetben azért elég sok találatot beszedett. Ezben nyilván számukra is egyértelmű, hogy eddig a mérkőzés úgy tűnik, hogy nem az ő oldalukra fog eldőlni. Képe nem igazán változott meg eddig. Hanna piros sarokban talán még egyel nagyobb fokozatra kapcsol. És itt is szépen találgat, most már nem csak az egyenes technikákkal. Szépen kivitelez mindent, amit eltervez. Szépen megtalálja a lukakat, ahol megüti az ellenfelet a piros versenyző, de most a kék is talált, és továbbra is nagyon becsületesen próbálja keresztül vinni az elképzelését, amivel valóban nincsen könnyű dolga. Verának semmi dolga szerencsére. Így most láthatunk ükölvívó technikákat. Utolsó 10 másodperc. Most begyújtják a rakétákat a lányok. És vége. Nagyon becsületesen küzdött a kék sarokban a versenyző. Véres Hanna. Meg is kicséri a edzője joggal, mert szépen helytált.
meglátjuk az eredményt. Nagy meglepetésekre is nem számíthatunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyhangú pontozással győz, így a junior 52 kg magyar bajnoka. A piros sarokba Lakotár Hanna a Fitbox kőszegbük!